Kisszékely település 8 évszázadon átívelő megmaradásában a szülőföld szeretete, a közösség összetartó ereje és az aktív hitélet egyaránt szerepet játszott. Napjainkban a település két szakrális épülete emlékhelye hirdeti, hogy őseink tisztelete, a múlt megismerése, az értékek megőrzése közös feladatunk. Szeptember 23-án a kisszékelyiek mindezek mellett tettek tanúbizonyságot, amikor a 800 éve épült Árpád-kori templom területén emlékhelyet, a 200 éve felszentelt római katolikus templom falán pedig emléktáblát avattak. A falu múltjáról, örökségéről Csepregi Ferenc, a Kisszékelyi Kulturális Egyesület elnökségi tagja már több könyvet is írt. Az ünnepi évfordulón harmadik, Templomaink című kiadványa jelent meg. Ez a harmadik könyvnek a mottoja, hogy a templomaink, mert a templomainkhoz közösség kötődik, a templomainkhoz sok minden kapcsolódik. 800 évre visszamenőleg a múltat megismerni, az gondolom, hogy minden embert örömmel telt el. Ebben a könyvben nagyon sok olyan kapaszkodó van, ami az 1900-as évek elején, 1202-3-4 az osztálynaplók névsora, ahol ha valaki elkezdi a családfaját kutatni, akkor ott megtalálhatja nagymamának a nevét, annak az édesapját, édesanyját, lakóhelyét, milyen utcában lakott, 1850-es évekből származó térképek, utca névsorok, ki milyen házba lakott, tehát számtalan olyan dolog, ami úgy gondoltam, hogy olyan közkincs lehet, ami hogyha az én tudomásom jutott, akkor ezt meg kell mutatni másnak is. Ebben a könyvben nem csak a templomokról van szó, hanem szó van a középületeinkről, azokról a keresztekről, amiket állítottak a határban az elmúlt századokban. Vannak még az iskolával kapcsolatosan is olyan dokumentumok, amit menet közben kerültek elő. Tehát minden olyan dolgot, persze sokat ki kellett hagyni, ami úgy gondoltam közérdeklődésre tart számot, és talán elveszik örökre, hogyha most ezt nem jelentetjük meg, azt megpróbáltuk. Hát mindegyik könyv nagyságrendben ekkora volt az első kettő is, és hát nagy öröm, hogy ide most ebben másfél órában, mióta meglátták, hogy van, azóta csak húzogatják a kavátomot, hogy Ferike, gyere, és akkor szeretném, ha aláírnád meg. Mert én még persze Kisszékelyben mindig Ferike vagyok, ez nem árulok el titkot, de én nekem ez a legkedvesebb megszólítás, ami csak lehet, pedig azért már van egy néhány őszhajszálam, de én ezt a szeretet jelének fogom föl, meg annak a ragaszkodásnak, ahogyan engem itt szeretnek Kisszékelyben. Pincehen született abban az időben mindenki, majd egy hét múlva hazakerültem ebbe a faluba, és azóta nem engedek Kisszékely. Itt jártam általános iskolába, első hat osztályt itt jártam, azt követően Tamásiba kerültem, de mindig a barátaim, a rokonok, ez a millió, ez mindig vissza csábított. Megalakult 35 éve ezelőtt a Kisszékelyből elszámoltak baráti köre, akkor az alapító tagok között voltam. 35 éve ezelőtt még más világ volt, még a rendszerváltás előttről beszélünk, és akkor abban az alakuló csapatban az édesapámmal is idősebb emberek voltak. És az, ahogyan ők viszonyultak Kisszékelyhez, ezek között sokan voltak, akik hosszabb ideje távol voltak a falutól, voltak, akik csak 5-10 éve, de mindenkiből azt sugárzott, hogy neki Kisszékely az jelenti a gyökereket. És valahol itt volt az első állomás, amikor én még jobban kötődtem ehhez.
következő ilyen pont talán az volt, amikor olvastam egyszer Simon Tolny a történet című könyvet, és ott azt láttam, hogy Glück Johann képviseli Kiszékelyt, mint elöljáró egy Simon Tolnyai valamilyen rendezvényen, és akkor kezdtem a család történetét kutatni, és mondom, ez csak nem valamelyik nagypapa lehet, és hosszú-hosszú kutató munka után kiderítettem, hogy igen, Zombáról érkezett 1806-ban a friss feleségével, és 1828-ban már esküdt volt Kiszékelyben. Ebből alakult ki az a fajta irányultság, hogy kezdtem kutatni tovább a közösség történetét, a falu történetét. Megszerveztük ezt az átjatást, ami eredményeképpen megtaláltuk az Árpád-kori templomot, és mindig, mikor egy újabb ismeretet tettem szert, akkor úgy gondoltam, hogy ezt meg kell osztani. Ez egy kapocs lehet, egy gyökér lehet, egy kötődés lehet azoknak, akik ezt nem ismerik. Egy komoly lendületet kapott akkor, amikor azon kezdtünk gondolkodni, hogy hát hány éves is lehet Kiszékely, 500-600, mennyi. És akkor eszembe jutott, hogy talán ásatást kéne szervezni, megtalálni a templomot. Sikerült megszervezni egy nagyon, nagyon jó hangulatú, egy olyan felemelő érzés volt ide minden nap eljön, amikor fiatal gyerekek, 80 éves nyugdíjasok, keresték, kutatták a múltjukat, és mikor valamit találtunk, akkor mindenki boldog volt, és ez heteken keresztül zajlott, és azt gondoltam, hogy nekik ezt nem tudjuk másképp megköszönni, mint úgy, hogy időt végezetéig mutatjuk, hogy ők voltak, akik segítettek, ezért föltüntettük a nevüket is, ahol csak lehet, és hát megpróbáltuk ennek a hangulatát a fotókkal érzékeltetni. Minden nap készült a résztvevőkről egy fotó, és ezeket publikáltuk a könyvbe, mert ők a szövetségeseink, tehát ők segítettek minket ahhoz, hogy nekünk most ott az Árpád-kori templom emlékeljünk, és azért senki nem kért egy fillért se, és mosolyogva is örömmel tette. Minél tovább megyünk, távolabb megyünk, vissza az időbe, annál kevesebb a dokumentum. De mindig vannak jó szándékú és jó akaratú emberek, és őket valahol mindig megtalálom. Hogy egy példát mondjak erre, megtaláltam egy 1811-ből származó latin nyelvű kézzelírott kanonika vizitációs jegyzőkönyvet. Itt a paploknak a lomtárába. Mert nem került le a pécsi püspökséghez mikor megszűnt az önálló plébánia anyaga. Ez történt körülbelül 10 éve, és eltettem ezeket az adatokat egy kis dobozba, hogy majd valamikor valami jó lesz. És mindent a püspökségi levéltártól a Dolna-megyei levéltárig mindent lehetőséget átkutattam, de nem találtam olyan adatot, amiből tudtam volna igazolni azt, hogy mik azok az erekjék, amiket a régi templomban is használtak, és az újba is átvitte. És akkor eszembe jutott, átforgattam ezt a dobozt, és ebben megtaláltam ezt a kéziratot. Horribilis összeget kértek volna a latin nyelvű fordításáért, több százezer forintot. És akkor Mátyás Imre, aki volt Tamásiba papjával, plébános nagyon jó viszonyban voltam akkor, amikor ott volt, meg később is. És ő egy nap alatt elrendezte, hogy nekem ezt lefotózta, vagy lefordították a lényeget, és ma ezért tudjuk, hogy milyen erekjéket hoztak át a régi templomból. Tehát az, hogy ugyanazt a harangot halljuk, mint amit a nagyszüleink, hogy ők apáink 300 éve szólította őket a templomból, az a tudat, az nem hiszem, hogy nem felemelő. Vagy hogy ha valaki letérdel az oltár előtt, akkor azelőtt az oltár előtt térdel le, amelyik abban a régi templomban volt. Ha megkeresztelnek valakit, és kereszteltek minden évben egy-két gyereket,
abból a keresztvíztartóból történik, amit az 1700-as években. Tehát ez óriási eredmény, ez annyira jó leső érzés. Esett le a vállamról, de már a gondolatomban vannak, hogy hát azért még el is olyan érték, amit azért kéne ismerni embereknek, vagy kéne tudni, nem tudjuk, most következik megint egy kis gondolatébresztő, majd meglátjuk, hát nyilván reméljük egészség lesz hozzá, meg a csapat is együtt lesz, és akkor továbbra is nyilván kiszekelje a szívem egy darabja, és lehet, hogy ebből még könyv is lesz.